konyhafőnök sztárja Rácz Jenő séf, munkája során beutazta már a világ nagy részét. Most a Drive magazint egy különleges, ám de piszkosul drága ázsiai térségbe kalauzolja el. Nagyon sok úti cél volt, ami igazán izgalmas volt. Én inkább Ázsiát tudnám reflektorfénybe helyezni. Az első, ami ilyen élmény volt nekem, az Szingapúr, tehát egy nagyon izgalmas helyről beszélünk, ahol mondhatni Ázsia, Svájca található meg, nagyon jó éttermekkel, a világ legjobb hoteleivel, viszont nagyon sok szempontból megmaradt a régi dél-kelet-ázsiai részei is, tehát az ételek szempontjából ugye hawker centerekben étkeznek az emberek, ahol leül az ember egy koszos padra, még a galamb is ott van az asztalon, de senkit nem zavar, akkor ott van ugye a malajziai behatás, ahol nagyon sok curry, fűszerek jelennek meg. Tehát én azt mondom, hogy gasztronómiailag egy hatalmas utazás volt nekem Szingapúr. Érdekes, hogy ezt a legdrágább dolgot ugye Szingapúrra rányomták, de hogy én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül így igaz. Tehát az alapvető élési szempontból, tehát hogyha azt nézzük, hogy mi számít alapvetőnek, hogy valakinek van háza vagy lakása, van egy autója, van mobil számlája, tehát hogy ezek az alapvető dolgok nagyon drágák kint. Az megéletés, az autónak a regisztrációja, stb. Viszont ételek szempontjából pedig pont azt lehet mondani, hogy 3-4-5 dollárért olyan ételt teszik ugye az ember ott csak na. Úgy van, hogy igazából a metró megállók mellett vannak a legnagyobb, tehát a legizgalmasabb helyek, ezek a piacok úgymond. Én alapvetően régen Bunkeng metró megállónál laktam, és ott van mellette az egyik legjobb ilyen hawker center, ahol a legjobb csirke, hainani csirke, akkor a legjobb szaté és a legjobb dél-kelet-ázsiai ízvilágok jönnek elő. Olyannyira megmaradt bennem ez az élmény, hogy például az éttermemben a menün is található olyan alapanyag, amit ott ismerte meg. Én azt gondolom, hogy Szingapúrnak 1000 arca van, tehát azokra a helyekre célszerű elmenni, ahol... Tehát jellegzetesen például van Little India negyed, ami egy ilyen olyan közösség, ahol csak az indiai emberek laknak és élnek. Nagyon izgalmas dolgok találhatóak. Egy picit úgymond olyan érzés van néha az emberek, mint hogyha Indiában lenne abban a pillanatban. Tehát a buddhista, hindi templomoktól kezdve az ételek nagyon-nagyon izgalmasak. Illetve van ugye ott olyan rész, ahol esetlegesen a kínai gyökereket ugye erősítik az épületek, a templomok, az ételek, amik ott vannak. Tehát, hogy minden egyes kerületnek megvan a sajátossága, és nem utolsó sorban ugye az a mérhetetlen nagyságú luxus, ami ott van a felhőkarcolóktól kezdve. Tehát ott célszerű akár olyan turistának lenni, aki ugye bemegy minden ötcsillagos hotelba, de csak megnézi ugye az építészet, belső építészetét, mert annyira izgalmas, hogy igazából az ember ámul, csak bámul.